hogy köszöntjük a Duna csatorna nézőit, stb. És akkor itt a többi nap. Ahhoz meg egészen ide kell menni. Csira, nem tudom, mennyire akarod bejárni, ezért kérdezem. Hát nem tudom, egyébként most én lennék itt a helyedben, már elfelejtette volna, hány fok van, az egyszer biztos. Várj, hol nézek? Kamerába. Igen, azt hiszem, hogy ekkor el is kezdhetjük az adást. Ez a Jó Embert Keresik magazin, és szép jó napot kívánok mindenkinek. Nem sokára megtudhatjuk, hogy milyen idő lesz. Ha én mondanám, akkor csak azt mondanám, hogy nem lehetne borús, mert egyszerűen minden derűssel látok. Nem tudom, hogy hogy van ezzel Molnár Csilla, aki ezen az adásunkon a társműsorvezetőm lesz, és vele indulunk el. Szerencsére én is elég pozitív vagyok, de most még az időjárásról is el lehet ezt mondani. Ne lombozz le. Nem, el lehet ugyanezt mondani róla. Azért őszies lesz az idő, de szerintem kihozhatjuk a maximumot a forgatásból, hiszen napsütés is vár ránk majd bőven. És hova megyünk? A Bakonyba természetesen, hiszen ha én vagyok itt, akkor az a legmegfelelőbb hely. Ott pedig rengeteg jó embert találunk. Tartsanak velünk! A Bakonynak számtalan égköve, szeglete, titka búbik meg a túrázókat várva. Molnár Csilla nem csak a térkép előtt állva régi ismerősünk. A fizikus és meteorológus végzettségű kollégám tavaly egy másik oldaláról is bemutatkozott. Két kerékkel járta végig az országot azért, hogy kedvet csináljon a hazai látnivalók felkeresésére. Naná, hogy a szülőföldje nevezetességeit, a cseszneki várat, az őskői kerektemplomot és a tési szélmalmokat is meglátogatta Csilla, akinek a lendületét látva a Vérlovagok Egyesület is felkereste őt. A sürgősségi vérszállítás segítő szervezethez az első hívószóra csatlakozott önkéntesnek. Tudom meg tőle első állomásunkon, Zircen. Ők azért nem olyanok, akik az utolsó pillanatban kapják azt a hírt, hogy menni kell, hanem még viszonylag időben szólnak nekik. Úgyhogy nyilván kell sietni, mert azon múlhat a beteg állapota, de nem az élete. És így azt mondtam, hogy akkor kérdés nélkül megyek. Ők a vérlovagok. Nekem egy olyan emlékem van, hogy a nyáron egy kisbabának szállítottam vért, és behívtak a központból, és fel se fogtam igazából, hogy kinek mit viszek. Elindultam, megcsináltam, visszaértem, és mikor már leadtam mindent, és rendben volt minden, és időben odaértem, akkor kezdtem el gondolkodni, és akkor fogtam fel, hogy mit is csináltam, és ott is elérzékenyültem. És ezek azok a pillanatok, amikért úgy gondolom, hogy lehet áldozni bármennyit. Akár szabadidőből, akár energiából, akár pénzből is. És ez már a Bakonyi rengeteg, ahol a két kerékről négy kerékre váltunk, nem is akár mekkorákra. A Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület kapott ugyanis riasztást egy bajba került fiatal hölgytől. Az egyesületünk 2014-ben alakult, itt a járási mentőcsoportokat akkor alakították meg a környéken. Akkor léptünk mink is be. Halló! Halló! Megvan, le kéne jutnunk. Elmenjünk közbe. Amikor megalakultunk, utána volt egyben egy nagyobb turista csoport, aki eltévedt itten, extrém körülmények között, és akkor az volt az első sikeres mentésünk. Ott az életmentés is volt effektíven. Mert leszakadt az ég, iszonyatos szélvivar volt, összedőltek az erdők, az erdőben a 30-40-50 centis víz hömpölygött, több fát ki kellett vágnunk, és akkor megtaláltuk a sérültet, és akkor ugye olyan időjárási körülmények voltak, hogy még a helikopter se tud felszállni, és akkor ki kellett vinnünk az országot a körülzet, 8-10 kilométeren keresztül szállítottuk a sérültet, kivittük a műutas, ott vált a mentő. Hello! Hello! Jól vagy? Minden rendben, jó, nagyon fázol. Jövünk érted, tartsák ki. Rendben minden? Kicsit azt hiszem, kivicamítottam a bokám, de egyébként minden rendben. Jó, akkor hozunk autót, jó? Jó, én meg intézkedezek, maradjál itt. Nem fázik? De, nagyon. Mindjárt hozzák a védet, jó? Köszönöm. Óvatosan. Óvatosan, álbadon elég. Úgy, most tedve az ülésre, úgy. Álbadon, vigyázz. Köszönöm. Oké. Okay. Becsukjuk, jó? Vigyázz. Csilla, hidd el, nagyon igyekeztem, de azt hiszem gyorsabbak voltak a szakemberek nálam. Jól van tényleg a lábad? Jól van, kicsit szerintem kificamodott, de tényleg nagyon hamar ideértek, úgyhogy szerencsére. Mi történt? Tabukutya cserben hagyott? Nem, tabukutya sosem hagy cserben. Én léptem félre. Most persze ez csak egy megrendezett jelenet volt, hát szerencsére ezt is hozzátehetjük, de kerültél már bajba? Én még hála jó égnek nem, én szerencsére egy egész rutinos túrázó vagyok. És azért mindig odafigyelek arra, hogy tényleg inkább ismerős terepen menjek, a kijelölt útvonalon menjek, és arról ne térjek le, bármennyire is csábítom mondjuk a környezet, úgyhogy én még eddig
Szerencsére nem kerültem hasonló helyzetbe. De azért elgondolkozik az ember azon, hogy mi volt, ha tényleg megtörténik ez vele, nem? Persze, egy kicsit én is töprengtem itt, amíg várakoztam. Ebből a 14-15 emberből, a hányan vagyunk, ebből azért körülbelül egy ekkora csapat mindig összejön. Jöjjön, nyilván ennek van egy érzelmi része is, az emberek magasabb a púzus száma, miközben érkezik megmenteni az ember. Így van, így van. Ugye főleg, hogyha tudjuk, hogy veszélyben van, vagy bajban van. És nyilván egy óriási megkönnyebbülés, ha megtaláljuk van, az embert. Ugye ezt le lehet írni ezt szavakkal? Nehéz, hát nem könnyű, nem? Nem tudom, hogy hogyan lehet leírni igazából. Ugye az ember akkor nem érzi magát hősnek se, mert ugye amúgy is ezt tennénk. Tehát, hogyha most éppen arra járnánk is, mennék segíteni, így, hogy célirányosan megyünk, ugye kicsit az izgalmasabb, de tényleg az nagyon rajta megtaláljuk, hogy sikerült, tehát ügyesek voltunk. Azt gondolom, hogy példamutató minden egyes lépés, minden egyes tett. És, főleg akár mínusz 22 fokban is elindulnak, úttalan utakon, ez a durva. Így van, és hát ha valaki előtt, akkor ő előttük meg lehet emelni a kalapot. Igaz, hogy az indián nyárnak már vége, de Bakony Bélhez mégiscsak kötődnek az indiánok. Hogy hogyan, azt mindjárt meg is nézzük. Jó napot kívánok! Felföldi Andrea! Felföldi Andrea! Jöjjön egy utazás akkor Bakony Bélen, ugye? Remélem, hogy elég messzire tudom repíteni önöket. Hát egy 200-300 évet szeretnénk, lehet? Majdnem, igen, igen. Magát a portát, az egész ház együttest, hiszen két házból áll, egy nagyházból, meg egy általunk kisháznak nevezett épületből, és a gazda portát, a torkos pajtát az 1850-es évek tájékán építette a Hasparai család. A Hasparai család egy jómódú fakereskedő család volt, az itt és a környéken készült faszerszámok kereskedésével foglalkozott a család. Én azt gondolom, hogy aki a magas Bakonyban jár, az itt keresse a néphagyományok gyökereit. A környéken ez az egyetlen olyan tájház, ami szakszerűen be tudja mutatni a hajdani életet. Elmondhatok egy történetet? Kettőt is. 2002-ben készen volt az épület. Minden felújítva csillogott, villogott, és akkor derült ki, hogy a Lackó Dezső Múzeum nem tudja visszaadni még az eredeti kiállítási anyagokat, tehát nem készült el az új kiállításnak a koncepciója. És mi itt álltunk Péter Pál napkor egy gyönyörű tájházzal, ami üres volt. És akkor egyszerűen kis levélkéket dobtunk be minden házhoz, és kértük az embereket, hogy amiük van, és jó szívvel kölcsönadják. Hozzá kell nekünk, és egy hét alatt berendeztük ezt a két nagy házat a helyben gyűjtött anyagokkal. Nem ez, hagyták a helyben élők, hogy megessen az a csúszás, vagy nincs semmi. Nekik volt fontos, nekik is fontos volt, nem csak nekünk, tehát ezt azonnal megértette a falu, és hát tényleg megemelem a kalapomat az emberek előtt, hogy ilyen összefogással ezt meg sikerült csinálnunk. Aki ide belép, meglepődik, hogy kerülnek ide az indiánok. Most hol vagyunk? Bakony Bélen vagy Kolorádóban? Szerencsére Bakony Bélben vagyunk, és a Bakony Bél környéki erdőknek az illatát hozza el ez a kis kiállítás. Akik ismerik már Cseh Tamás életét, múltját, tudja, hogy neki volt, az ő életének volt egy titkos, titokzatos vonulata, ami úgy érettségiző korában indult el, tehát mintegy 60 éve zajlik az ő kezdeményezésére ez a bakonyi indián játék itt a Bakony Bél környéki erdőkben. Maga a tábor, a közösség, ez a különleges társadalom sem hagyja, hogy elveszen.
Mind a két kiállítást indiánok rendezték, tehát saját életüket elevenített, vagy mutatták be. Ezért ne csodálkoznak a kedves nézők, hogy indiánokkal beszélgetünk itt. Tollas öltözékben nem jöttek az indiánok kukoricalisztet vásárolni a boltba. Tehát abszolút tiszteletben tartották és tartják a két világnak a különbözőségét. Kimondtuk, hogy akkor most innentől szíjuk vannak és várja. Akkor itt még nem volt senki és semmi. Ebben a nagy erdőben el lehetett bújni. Na Csilla, mit szólsz hozzá? Itt laksz a Bakonyban. És gondoltad volna, hogy itt a lankákon indiánok engem is táboroznak? Nagyon meglepett, pedig én úgy gondoltam, hogy nagyon kevés újdonságot tudsz mutatni te is, illetve tudunk így a műsor kapcsán fellelni. Úgyhogy ez nekem is új. Mindig hazahúzott a szívem, és úgy gondoltam, hogy ismerem a környéket. És hát lehet nekem is újat mutatni. Engedjék meg, hogy füstjelek helyett élőszóban, a tévéképernyőin keresztül üzenjem az érdeklődőknek. A Bakonybéli tájház most téli szünetet tart, de tavasztól mindenkit várnak szeretettel ide. Illetve a Bakony fővárosába, Zircre is, ahova a Duna csatorna meteorológusa is elkísért minket a helyi országzászló alapítványhoz, amelynek önzetlen tagjai ott jártunkkor azon dolgoztak, hogy a patkótéri keresztet rakják rendbe, az adventi felkészülés jegyében. Mi gondolsz az önkéntességre? Mennyire fontos szervező erő? Azt gondolom, hogy az önkéntességre meg kell érni egyébként. Én ugye a nyáron tapasztalhattam ezt, szerencsére a Vérlovagok csapatába kerülhettem, viszont azt vettem észre magamon is, hogy olyan aktivitással nem tudom csinálni, mint a kollégáim. Egyrészt én ezt arra fogom, hogy még fiatal vagyok, és még azért van sok minden célom. Én azt mondom, hogy néha ez, lehet, hogy ez csúnya így kimondva, néha kényelmetlen is. Mert tényleg feláldozod a szabadidődet, áldozatokat is hozol, hiszen mondtad, hogy nemhogy nem kapnak pénzt, hanem még néha pénzt is adnak ki ezért. Viszont amikor van egy eredmény, akkor ott van az, hogy ez megérte, és minden áldozatot és minden pillanatot megérte az, hogy te tudtál segíteni. A vasárnapon csak rajta. Igen, mert szombatot néztük ugye nagyon. Ja, értem, jó. És akkor okay. Ez vasárnaptól megy. Hát de vasárnap is leszünk úgyis. Tehát azt mondja, -3, +6, 5, 14. Én azt elfogadom meg a napocskát is. Tudom, hogy időjósoknak is hívnak bennünket, de mi erre harapunk is. Meteorológusok vagyunk, úgyhogy egy belátható időn belül tudjuk csak megmondani, hogy milyen idő lesz. De önök megtudják egy hét múlva, mert hogy akkor is lesz Jó embert keresünk magazin, akkor is számítok az önök figyelmére, a viszontlátásra. Viszlát!